intézmény szervezője is megkérte önöket a házi rend betartása érdekében. Fáradjanak ki velünk, jó? Mármint ki az úr és a hölgy, mert most két úr van és egy hölgy. Lehet, hogy itt több. Önök ketten úr és a hölgy megkérni magukat, két úr, jó? Két úr, igen. Csak én azért nem értem a folyamatot, mert egy nyilvánosan meghirdetett rendezvényre mi regisztráltunk, azt az ő részérük, az ő részükről vissza lett konkrétan reagálva, jelezték azt, hogy mi ezen részt vehetünk, és most nem engednek be. Tehát nem értem, hogy ez milyen bánásmód. Tehát ez, nem értem, hogy miért diszkriminálnak minket, azért, mert egyébként az önök által... Urak, és ő, hogy megértette ezt, kifáradnának velünk? Hát csak azért is, mert kutyák kint vannak a kocsiba, tehát szeretnék kint folytatni az intézkedést. Kik vannak a kocsiba? A kutyáink. Kutyákat eresztenek, ártatlan, fegyvertelen emberek. Itt van a kutya is, magára eresztettem? Kérdezem. Nem, de akkor miért fenyegetőzik azzal, hogy... Nem, kint van a meleg kocsiba, sütanak, ezért szeretnék kimenni. Megérted, beszéltem mindent a kocsit. Most már értem, csak azért ez a kutyás dolog, ez kicsi aggasztó. Kutyás rendőrök, tudja, kint van a kutyás, meleg van, messze meg. Maximálisan egyetértek, hogy a rendőröknek. Tehát, hogy miért kell felhozni azt, hogy velünk szemben kell kutyák. Kint megbeszélt, jó? Tehát, hogy nem gondolom, hogy bármi. Kutyák mindig velünk vannak, jó? Ezért kérem meg, hogy menjünk ki, és akkor folytassuk az utat. Jó, köszönöm. Jó van. A kutyák érdekében. Good night. Sleep tight. Bye. Fuck out of here. How you fucking sleep? Fuck.